tisztelt vendégek, kedves családtagok! Nagy szeretettel nyitom meg a mai doktori konferenciánk záró eseményét, ami egy könyvbemutató is. Igazából itt jelenlévő hallgatók már hallották azt a mondatot, ami szeretnék most csak megismételni a család előtt is, miszerint ez a könyvbemutató a programunk szempontjából mindenképp szimbolikus jelentőségű, amiben a tanszékünkhöz kötődő egykori professzorunk Szabad György és az őt követő tanítványi körnek most már két generációja, sőt három generációját tudunk itt ma bemutatni. Három generáció fog részt venni, és azt gondolom, hogy ez kevés történeti műhelyről mondható el, úgyhogy én nagy szeretettel átadom a szót Erdődi Gábor professzor úr fog először egy köszöntőt mondani, aztán Kónagy Zoltán, és aztán közös beszélgetést folytatjuk még. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt Erdődiüknek, kedves kollégák is, kedves jövendőbeli kollégák, hallgató doktorandusaink. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel, szeretettel Szabad György lányát, Júliát, és távolétében is küldjük üzenetünket Szabad György özvegyének, anyjának. Tehát Szabad György köszöntésére jöttünk össze, emlékezni rá, arra a tanárra és arra az emberre, aki sokunknak mestere volt. Tanítványai a hála és a köszönet érzésével, nagy számban, nagy örömmel megjelent hallgatóink pedig reményeink szerint azzal a nyitottsággal és azzal a szándékkal, hogy megismerjék Szabad, a szabadi örökség üzenetét, közelebb kerüljenek annak megértéséhez. A mai találkozás apropóját, ahol arra van, hogy Zsuzsanna professzor utalt, egy könyvkötet megjelenése kínálta, amely Szabad György tanulmányait tartalmazza, és amelyeknek szerkesztője Berkovics Tamás tanszékünk egyetemi adjunktusa. A kötet az, hogy itt látható, katedrátori pulpitus címmel. Itt a szerkesztőség egy bölcs kompromisszumot vállalt fel. Ez a cím, ez egy kicsit túl általános. Kevésbé tartalmi, de egy pályafutás kereteit jelöli ki. Azt hittem, hogy a kötetnek a tartalmát sokkal inkább visszaadja a bevezető tanulmány, Melkovics Tamás elemzése, összefoglalója a Szabad György tanulmányról, mondani valójáról. Mint említettem, tehát az apropó ennek a kötetnek a megjelenése, amely Szabad György tanulmányait tartalmazza, és amelyre szerkesztője már nevetette Melkovics Tamás. Úgy gondolom, hogy a kötet és ennek bemutatása úgy is értelmezhető, mint egy sok évtizedes, egy fél évszázados folyamat megjelenítése, egy ív szimbóluma. Szabad Györgytől tanítványaim keresztül egészen a tanítványok tanítványaiig terjed ez az ív, és ebben nem akarok szerintem lenni, ebben a konkrét mai helyzetben a kapucsinok, hiszen én vagyok Szabad György tanítványa, és a kötet szerkesztője tanítványom, Melkovics Tamás. Így áll össze az a kontinuitás tanszékünk említett történetében, amely a Szabad György által képviselt eszmék folyamatos jelenlétét, érvényesítését biztosítja, és a kontinuitás további nagyon fontos alkotó eleme, kollégánk Szabad György másik tanítványa, Dobszai Tamás, nem kevésbé pedig Fornai Zoltán, egyébként tanszékünk habilitált docensei, Zoltán a kötet bemutatója.
Mit is jelentett számomra, számomra szabad ő? Mit jelentett az ELTE, az oktatás a hallgatók számára? Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy emlékkő, Szabad Győrre emlékezve, tanítványaim megnyilatkozásával, Gergő András szerkesztésével. Most ezt átolvastam, hogy felfrissítsem élményeimet, és ennek alapján a tanítványok vallomásáról rajzolódik ki az az összkép, amely Szabad Győr oktatói személyiségének lényegében mutatja. Viszonyításukra mutat, szellemi támaszt, elégazodást és biztos irányt kínáló, mértékadó kisugárzást, igazi iránytűt jelentett, értékteremtő és értékőző üzenetével. Hallgatói, tanítványai szellemi formálódásának és alakulásának ihletője volt. Az 1970-es évek elején vállalta a hallgató tudományos munkáját segítő diákkör, az újkori magyar tudományos diákkör vezetését. Ezt a diákkört bizonyos értelemben tekinthetjük a mi modernkori magyar történelmi doktori program bizonyos értelemben vett előtörténetének, és ennek vezetőjéként olyan a tudományos kutatás alapelveinek elsajátítását elősegítő műhelyünkát valósított meg, amely felkészülés szolgált a történészi pályára, sőt ennél lényegesen többre, az értelmiségi létre. Oktatóként, tudósként, személyiségével, generációs sorát vonatta magával. Nézszerűségével jellemző példa legendás szombat reggel 8 óra speciális kollégiuma, amely ugye úgy született meg, 1974-et írunk, hogy az összegyűlt hallgatók és a tanárok nem tudtak egyetlen egy közös időpontot találni hétfő 8-tól péntek 8-ig, ezért valaki bemondta egy időt közülük, hogy legyen szombat, mire szabad tanárul ezzel is tesz a között, hogy jó semmi akadály, reggel 8-kor. Szombatonként reggel 8-kor teltházban zajlottak a speciális kollégium Kossuth Lajos politikai pályájáról, és ez a teltház azért is sokat mondó volt, mert itt nem csak a 19. század mellett elkötelezett hallgatók tömörültek. Nem egy olyan volt közöttünk, aki már akkor tudta, hogy az Árpád kor kutatójának készül, vagy éppen a II. Világháború utáni eseményeket kívánja majd kutatni. Az politikájaként is értelmezhető az a megállapítással, amelyet a említett kötetben Csorba Csilla intézett, és amit hagyom most, én is. Az a korunkban nagyon is sokoldalúan bizonyított igazság, hogy értelmiségévé nem a diploma, hanem az alkotóképes szellemi önállóság tesz, a történészképzésben is feltétlenül megkívánja, hogy az egyetemi tanulmányok ne merüljenek ki tények és módszerek olyannyira is szükséges megismertetésében, illetve puszta reprodukációjában. És Szabad György üzenetének eddig meghatározó hozzanata volt az oktatók és a hallgatók szellemi önállóságának védelme, képviselete, a még oly ellentmondásos és korlátott létező szocializmus feltételei között is. Szabad György tanári feladatát távolosan tekintette befejezetnek a diploma megszületésével. Tanítványai pályáját a folytatásban is figyelemmel kísérte, támogatta és segítette. Iránytű volt, nem csupán tudományos szakmai kérdésekben, nem csupán a múlt rejtelmeinek megfejtésében, hanem az eligazodás a jelen problémáiban jövőre mutató érvényesül. Mindenek előtt a Kossuth-i minta motiválta, a nemzet szolgálata, a nemzeti és a demokratikus felmutatatlan egységével. Irányadónak a liberális értékrendű kiteljesedő Kossuth-i polgári demokráciát
tekintettem. Történelmi, historiográfiai jelentőségű szerepet játszott a nemzeti liberális demokratikus kánon megalapításában olyan nagy formátumú történészekkel, karöltve, mint Parta István, Hajnal István, Szabó István, te nem csak Istvánok voltak, volt Ígtott Zoltán, Varga János, Várkonyi Ágnes, és még sorban. Személyes példájával bizonyítottam, hogy komoly szakmai karrier valósítható meg anélkül is, hogy a diktatúrának behódoljon. A dualizmus történeti tanulságát megfogalmazva pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egyetlen rendszer sem tart örökké, és a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is készülni kell egy bekövetkező kedvező fordulatra, a pozitív alternatíva felmutatására. Hogy így értek pozitív alternatívan arra, hogy időszaj szokott különteni legőszintén hívő elkötelezettjét, Kólya Imrét, aki a már említett kötetben a következőképpen fogalmazza meg az önkérvényű szabadi üzenet lényegét. Megrendítő, őszinte az a vallomás, hogy komolyan szabad és halálosában eltöltött utolsó percén emlékszik, és ahogy búcsúzik példaképétől a következő szavakkal. Azt tanultam tőle, Gyuri bácsi, hogy nemzet és demokrácia, és mindig hangsúlyoztad az és kötőszó, hogy a demokráciát a nemzet érdekére hivatkozással sem lehet korlátozni, és mit sem ér az a demokrácia, amely nem szolgálja a nemzet érdekét. Kormányra egy ígéretet tesz, hogy a szabadi különbséget képviselni fogja, és mi tanítványai is arra vállalkoztunk, hogy a tudósoktató szabad győr szellemjövőségét ápoljuk, megőrizzük és továbbadjuk a minket követő generációknak.